Sziasztok! Indina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket ebben a videóban, amiben tárolót fogunk horgolni méghozzá a szivárványos szelektálós Montessori szethez. Azonban, mint a képen látjátok, mást is lehet benne tárolni. Ebben például az én gyümölcseim vannak, egybe gyümölcseim és vágható gyümölcseim, de el tudom képzelni a tárolókat például egy fürdőszobában pici törölköző tárolásra, vagy újrahasznosított arcmosók tárolására, gyerekszobában el tudom képzelni Barbie ruhák vagy matchboxok tárolására, szóval szerintem nagyon sok funkció rejlik benne. A szivárványos szelektálós szettel kapcsolatban ez év elején közzé tettem egy akciót, amiben arra buzdítom a horgolókat, hogy készítsük el a szettet minél több intézmény számára. Az én hozzájárulásom az, hogy a minta teljes egészében ingyenesen elérhető itt a YouTube csatornámon, és az is marad mindig. A mostani akciónknak az a célja, hogy gyereknapig minél több intézményhez, óvodához, bölcsödéhez, gyerekekkel foglalkozó csoportokhoz jusson el a kész szivárványos szelektálós Montessori szettünk, minél több gyereket lehessen fejleszteni, egy ilyen kézzel készült, különleges elveket képviselő szettel. A szivárványos szelektálós szetről, magáról most nem szeretnék többet beszélni, hiszen a videókban elég sok szó esik róla. Most a szütyőre térjünk át. Kettőféle szütyőt készítettem, az egyik egy sima egyráhajtásos pálcás, a másik pedig egy ilyen, hát én csipke motívumnak hívom, de nem az, csak szerintem nagyon hasonlít így a csipkére a kinézete. Mind a kettő tároló pamut fonalból készült, tehát volt már mintám, tároló mintám, azonban mindenféleképpen szerettem volna egy a szettel teljesen egyenértékű, azonos elveket képviselő szütyőt megalkotni, ami szintén pamut fonalból készült, mosható, tehát hogyha kimossuk, sem fog nyúlni, vagy szöszösödni, nyugodtan adható gyerekek kezébe, hiszen hát nem törékeny, nem fog összetörni. Szerintem teljesen sikerült szivárványos szelektálós szett elveit tovább vinnem a szütyőre is. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha gyereknapig még több intézmény kaphatná meg ezt a szettet. Tudok már több intézményről, akinek a gyerekei már játszanak ezzel a szettel, de az eredeti posztom alatt, amit Facebookon készítettem, még a mai napig jelentkeznek intézmények, akik bizony szívesen fogadnák a szettünket. Úgyhogy, ha van időd, van kapacitásod, szeretsz jótékonykodni, és szeretnél egy ilyen nemes célért tenni, akkor horgold meg te is a szettet, és ajándékozd oda egy általad választott intézménynek. Hogyha nem rendelkezel ilyen intézménnyel, akkor pedig a Facebook posztot böngészed át, mert tényleg vannak intézmények, akik várnak még a szettre. Én nem is húzom tovább a szót, azt mondom, hogy álljunk neki, és horgoljuk meg a tárolónkat. Tehát a tároló szütyünk elkészítéséhez az alapanyag lista elég rövid, hiszen fonalra van szükségünk, pamut fonalra, 50 g per 125 méteres fonalra, a hozzávaló horgolótűre 2,5 mm-es és egy hegyes ollóra. Én a barna szütyőm elkészítéséhez 67 g fonalat használtam el, az azt jelenti, hogy egy 1 1/3 gombolyagot. A zöld szütyőm elkészítéséhez pedig 47 g fonalat. Szóval a zöld szütyőmhöz, ahhoz elég volt egy gombolyag fonal. Ezeket körülbelüli értéknek vegyétek, mindenkinek az öltései mások, más az anyagszükséglet, úgyhogy körülbelülre én azt mondom, hogy egy gombolyag egész biztos, hogy kell mindegyikhez, a barnához tuti biztos, hogy több kell mindegy. Jó? Úgyhogy álljunk is neki! Tehát a
szütyünk alapja, készítünk egy nagyobb varázskört. Majd készítünk 2 darab láncszemet, és ezután horgolunk a varázskörbe 12 darab egy ráhajtásos pálcát. 1, 2. Második szem. És hogyha meghorgoltuk a 12 darab egy ráhajtásos pálcát a varázskörbe, akkor bezárhatjuk a varázskörünket. Jól húzzuk ki a fonalat, és akkor gyönyörűen be lehet zárni. És az utolsó szemünket kössük össze az első szem tetejével egy kúszószemmel. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor be is fejeztük az első sorunkat, és ennél a mintánál nem spirálisan fogunk haladni, hanem sormagasításokat használunk majd, és így fogunk körbe menni, és teljesen látható lesz mindig, hogy mikor értünk végig egy soron. Most készítek egy sormagasítást 2 darab láncszemmel, és ebben a sorban minden előző sorszembe fogunk horgolni 2 darab egy ráhajtásos pálcát. Ez az első szem, ebbe elkészítjük az első egy ráhajtásos pálcát, majd még egyet. És így haladunk szépen körbe, minden szembe 2 darab egy ráhajtásos pálcát horgolunk. És hogyha végigértünk, akkor az első és az utolsó szemet összekötjük egy kúszószemmel, és ezzel megvan a második sorunk is. Horgolunk 2 darab láncöltést sormagasításnak, és ebben a sorban az lesz a mintám, hogy az első szembe horgolok 1 darab egy ráhajtásos pálcát, a második szembe pedig 2-t. És ezt a mintát ismételgetem körbe, addig, amíg el nem értünk a sormagasításig. És végigértem a soron, és azt az előző sorban elfelejtettem elmondani, hogy az utolsó szembe 1 darab egy ráhajtásos pálcát horgolunk, a sormagasítás pedig egy öltésnek számít, és hogyha ezeket összekötjük, az első és az utolsót, és ha körbe számoljuk, akkor így lesz 36 darab szemünk most a sor végén. Jó, ismét készítünk 2 darab láncöltést, majd ebben a sorban az lesz a mintánk, hogy az első szembe horgolunk 1 darab egy ráhajtásos pálcát, a másodikba is, a harmadik szembe pedig szaporítunk 1 és 2 darab egy ráhajtásos pálca. És hogyha az utolsóba meghorgoltuk az 1 darab egy ráhajtásos pálcát, a sormagasításnak ugye egy szemnek számít, összekötjük őket egy kúszószemmel, és megvagyunk ezzel a sorral is. Készítünk 2 láncszemet sormagasításnak, és ebben a sorban az lesz a mintánk, hogy az első 3 öltésbe egy ráhajtásos pálcát horgolunk, a negyedik öltésbe pedig szaporítunk 1 és 2, és ezt a mintát ismételgetem addig, amíg el nem értem a szemjelzőig. És hogyha végigértünk, akkor a sormagasításunkat összekötjük az utolsó szemünkkel, és meg is vagyunk. Jöhet a következő sor. Sormagasításnak horgolunk 2 darab láncöltést. Az első 4 szem mindegyikébe 1-1. Egy ráhajtásos pálcát horgolunk. És így van meg az 1, 2, 3, 4 egy ráhajtásos pálcánk, az 5. szembe pedig egy szaporítást horgolunk,
és így haladunk szépen körbe, amíg el nem érünk a sormagasításig. És ha körbeértünk, akkor a sormagasításunkat összekötjük az utolsó szemünkkel, és meg is vagyunk. Sormagasításnak horgolunk 2 darab láncöltést, majd az első 5 szembe horgolunk egy-egy-egy ráhajtásos pálcát, 2, 3, 4, 5, a 6. szembe pedig horgolunk egy szaporítást, 1 és 2, és ezt a mintát ismételgetjük, amíg el nem érünk a sormagasításig. És hogyha megvagyunk az utolsó szemmel, akkor összekötjük a sormagasítással egy kúszó szemmel. És ezzel meg is van a szütyőnknek az alja. Most el fogunk kezdeni dolgozni az oldalán, és ez még mindig mind a két mintánál egyforma lesz. A szemeknek ez a teteje, mi csak és kizárólag a tőlünk távolabb eső részébe a szemnek fogunk horgolni egy pálcás öltést, ezek már egy pálcás öltések lesznek, 2, 3, és egészen addig, amíg el nem érünk az utolsó szemig, mindegyik szembe hátsó öltésbe horgolunk egy pálcás öltést. És hogyha végigértél az összes egy pálcás öltéssel, amiket a szálaknak a belső felébe horgoltál, akkor innen kezdődik a 2 különböző minta. Amit a barna, a bevezetőben bemutatott barna sütyőnél követtem, az a minta volt, hogy horgoltam 2 darab láncöltést, és körbe minden egyes szembe egy darab, egy ráhajtásos pálcát horgoltam, egészen egyszerűen, és amikor elértem a sor végére, akkor a sormagasítást összekötöttem. Sormagasítást összekötöttem az utolsó szememmel, majd horgoltam magasításnak 2 darab láncöltést, és körbe haladtam. És így mentem körbe-körbe 21 soron keresztül. És amikor azzal megvoltam, akkor eldolgoztam a tetejét, és azt fogom majd mutatni, hogy hogyan lehet az összehúzókat megcsinálni. Az a minta, amit a zöld tálkánál fogunk követni, az pedig a következő. Horgolunk 4 darab láncszemet, 2, 3, 4, majd visszatérünk az eredeti sorunkhoz, 2 láncszemet kihagyunk, és a harmadikba fogunk horgolni egy kúszószemet, majd ismét horgolunk 4 darab láncöltés, 3, 4, 2 szemet kihagyunk, a harmadikba pedig egy kúszószemmel rögzítem ezeket a kis hídjaimat. 1, 2, 3, 4, 2 szemet kihagyunk, harmadikba rögzítem, és így szépen elhaladunk a sor végéig, és ott találkozunk. És hogyha végigértünk az első így kialakított soron, akkor ennél a változatnál nem fogunk sormagasítást készíteni, hanem egészen egyszerűen, amikor elérkeztünk az utolsó hidacskához, utána horgolunk 4 darab láncöltést, majd az első hidunkba készítünk egy kúszószemet, tehát itt van a kis hidacskám, áthúzom alatta a horgolótőt, és itt egy kúszószem, majd készítek ismét 4 darab láncöltést, a következő hídba bemegyek, és szintén egy kúszószemet készítek, és így haladok körbe-körbe, következő sorokon. És én el is készültem vele, 30 soron, kvázi soron, körön keresztül horgoltam
a mintát, és így néz ki most. És szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban egy szép díszítő lezárás, de igazából így is tökéletes már, szóval nem lenne muszáj a következő kör, de szerintem annyira szép végeredményt fog adni, hogy meg fogja érni. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy készítünk 2 darab láncszemet, majd minden szembe, minden ilyen ívbe fogunk horgolni 3 darab egyráhajtásos pálcát. Majd a következő hídba fogunk készíteni egy kúszószemet, ismét 2 darab láncszemet horgolunk, ezen kívül horgolunk még 3 darab egyráhajtásos pálcát. Megvan, és a következő szembe készítünk egy kúszószemet, 2 láncszem, 3 darab egyráhajtásos pálca, és így megyünk végig szépen. És hogyha végigmentünk az egész soron, egészen az első ilyen kis csipkéig, akkor így néz ki. Hát szerintem csodálatos. El lehet vágni a fonalat, körülbelül egy olyan 5-6 centis részt hagyva, és a táskánknak, szütyönknek ez a része meg is van. Itt a fonalat eldolgozzuk, hogy ne látszódjon, ne tudjon kibújni. Egyetlen egy apró részletünk marad hátra, az pedig a táskának az összehúzója. Úgy csináltam meg, ennek lehet, hogy följebb kell emelnem a kamerát, hogy lássátok rendesen. Úgy csináltam meg, hogy ellenkező irányba 2 darab különböző ilyen kis behúzót készítettem. Egy-egy behúzó az összesen 130 láncszemből áll. Amikor elkészítettem a 130 láncszemet, utána befűztem őket, méghozzá úgy, hogy 3 szemenként kibe, fölle haladva körbefűztem, majd elkészítettem egy másik 130 láncszemből álló kis behúzót, az pedig a táskának pontosan az ellenkező oldalába és az ellenkező irányba fűztem be, és így, hogyha behúzzátok, még ezt el kell dolgoznom, és így, hogyha behúzzátok, akkor ilyen gyönyörűen össze lehet húzni a szütyőt, amire lehet egy masnit kötni, vagy akár lehet felakasztónak is használni, igazából mindegy. Most megmutatom, hogy a zöldhöz mennyi kell, a zöld behúzójához mennyi kell. Tehát maga ez a behúzó, ez végtelenül egyszerű, készítünk egy kúszószemet, majd egészen egyszerűen láncszemeket fogunk horgolni. Készítsünk 100 láncszemet a zöld szütyőhöz. 1, 2, 3, 4. Én elkészítettem a 100 láncszememet, most pedig megnézem, hogy a 100 láncszem körbeérje az én szütyőmet, és az enyémet körbeéri, és ennél hosszabb nekem nem is kell, úgyhogy nekem ez jó. Viszont mindenkinek más az öltés mérete. Nagyon sok függ attól, hogy amikor itt horgoltad a láncszemeket, akkor mennyire lazára hagytad őket. Én viszonylag szorosra hagytam őket, úgyhogy az enyémet 100 láncszem körbe fogja érni. Nézzed meg, a tiédet körbeérje. Jó, hogyha nem, akkor nyugodtan horgoljál hozzá még annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy átérje. Más dolgunk ezzel már nem lesz, csak annyi, hogy elvágjuk a végét. Nem kell hosszú véget hagyni neki, mert ezt úgyis csak arra fogjuk használni, hogy összekössük vele a szütyönket. Meghúzzuk a végét, és ezzel olyan csomót kaptunk, ami nem fog kiengedni már, és befűzöm. Nem az utolsó sorba fogom befűzni, hanem az egyel alatta lévőbe, méghozzá úgy, hogy egy ilyen kis hídba beledugom, és nem a következőn, ugye ez a vele egy sorban lévő, nem a következőn fogom kihúzni, hanem az utána lévőbe. És így haladunk, nem a következőn dugom be, hanem az utána lévőbe.
Jó, és én végigírtam, és amikor végigírtünk, akkor a végeket, ott, ahol elkezdődött és befejeződött a láncsor, a szépen így egy csomóval, vagy többel, biztos, ami biztos, összekötjük. Jó. És hogyha megvan, akkor egy kicsi véget hagyva elvághatjuk a fonalunkat, és akkor már így le tudod ellenőrizni, hogy ha behúzod, akkor ilyen szép lesz a teteje a táskának, és ezt elkészítjük még a másik oldalra is. Tehát horgolunk még egyszer 100 láncszemet, de igazából egyébként sokkal szebb, hogyha itt az ellenkező oldalon húzzátok ki, és akkor nincsen ott a csomó a végén, hanem itt a szép vége látszódik, a csomó pedig ide beolvad a szütyünkbe. Tehát ezt elkészítjük még egyszer, azt az ellenkező irányba fogjuk befűzni, és tulajdonképpen kész is vagyunk. Tehát elkészült az én szütyőm, és beletöltöttem a szivárványos szelektálóst, behúzom, szépen köthetek egy masnit a tetejére, és kész is van. Így néz ki az alja, így pedig oldalról. Szerintem nagyon szép, nagyon különleges motívum ez. Tehát elkészültek a mi szütyőink, így néznek ki. Behúzhatjuk őket, akár felakaszthatjuk őket a száruknál fogva. Így néznek ki. Én nagyon remélem, hogy élveztétek a mai videót is. Őszintén bízom benne, hogy sok óvodának, bölcsödének, gyerekekkel foglalkozó intézménynek tudunk ezzel az akcióval segíteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy szivárványos, szelektálós, Montessori-szert horgolásra fel! Legyen csodaszép napotok! Sziasztok!